100 éve született Szabó Magda, Kossuth Femina és kétszeres József Attila díjas író, költő és műfordító. A centenárium alkalmából a Békés Csaba Jókai Színház színpadra állította Születésnap című regényét. Eddig csak regény formájában létezett, és született egy adaptáció Belinszky Zoltán barátunk segédletével, és ez a darab egy hatalmas időutazás. Tehát az 1960-as retro időszakban, mai szóval élve, visszautazunk és betekintést nyerünk az akkori fiatalság életébe, az akkori tizenévesek problémájába, szülők problémájába, az iskolába, a szülő-gyerek kapcsolat, egy lépcsőházi családi hangulat az egész, és tulajdonképpen párhuzamot vonunk, hogy az ember az örök, nem változik, ezek a gondok ugyanúgy megvoltak ezelőtt 70 évvel is, és azok, akik akkor voltak tizenévesek, azok az emberek ma már nagyszülők, vagy lehet, hogy dédszülők. Úgyhogy abba bízom, hogy ebben az előadásban mindegyik korosztály megtalálja a maga csemegéjét, vagy a maga emlékezéseit, emlékeit. A darab egyik főszerepében Auer Szilvia látható, aki visszaemlékezik fiatal korára és azokra a cselekedeteire, amiket már megbánt. Szilvia szerepében László Bernadettet láthatják a nézők. Hát nagyon izgalmas szerep. Tehát sok mindent meg lehet benne mutatni, mert az elején látjuk ezt a furcsaságot, hogy mintha meghal igazából, és szembesül azokkal az emlékekkel, amiket ő megélt. Tehát ő nem volt egy túl jó ember. Az is megvan benne mutatva, tehát ezáltal már két szín van benne, és a végén jó lesz. Egy illúziót kapunk, hogy jó, tehát nem lesz jó. Tehát így igazából háromféle dolgot meg tudok benne mutatni, úgyhogy nagyon nagy lehetőség szerintem. A másik főszerepben Nádra Kitti látható, aki Illés Borit, a születésnapost alakítja a darabban. Én Illés Bori leszek, 14 éves kamaszlány, aki csak a filmsztárokról, a ruhákról álmodozik, és egy nagyon kedves barátnőjéről úgymond álmodozik, egy példaképként tekinti a Szilviát, a barátnőjét, felnéz rá, még a szüleit nem érti meg, nagyon sokat dacol velük, nem igazán foglalkozik az ő életükkel, primitívnek tartja a szülei életmódját. Majd jön egy olyan változás Borinak az életében, amikor kénytelen lesz megváltozni, rájön, hogy a családnak mennyire fontos szerepe van, és hogy fontos, hogy segítsük egymást. Bori apját Csurulya Csongor alakítja, aki a darab mondani valójáról beszélt. A születésnap az előadás az egy felnőtti válás történet, zanzásítva nyilván, összezsugorítva egy viszonylag rövid időszakra, illetve egy nagyon erős családi ünnep, a karácsony, nevezetesen a karácsony ünnepére fektetve a hangsúlyt és annak a szellemiségében megjeleníthető felnőtté válás. A darab betekintést nyújt a 60-as évekbe különböző társadalmi osztályokat és értékrendeket képviselő karakterek segítségével. A nem mindennapi darabot március 20-ától tekinthetik meg a Békés Csabai Jókai Színházban.